Február 15. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben. A föld alapjainak lefektetése előtt döntés született arról, hogy mindazok Isten gyermekeivé válhatnak, akik a bővelkedő kegyelem megragadása által engedelmesek lesznek, és jellemük szenté és szeplőtlenné válik Isten előtt. Isten szabad és fenséges kegyelmének köszönhetünk mindent. A kegyelem volt az a része a szövetségnek, amely lehetővé tette örökbefogadásunkat. Az üdvözítő kegyelme teszi lehetővé megváltásunkat, újjászületésünket és azt, hogy Krisztus örökös társai lehetünk. Ha teljesen hisszük, hogy örökbefogadás által Istené lettünk, már most a menny előízét élvezhetjük. Isten közelségében járunk, és édes közösséget ápolunk vele. Közelről megismerjük együttérző és gyöngéd lényét, és szívünk összetörik és meglágyul a nekünk adott szeretet gondolatára. Igazán érezzük a lelkünkben lakozó Krisztust. Mi is ő benne vagyunk, és otthon érezzük magunkat mellette. Tapasztalatból ismerjük Isten szeretetét, ezért megpihenünk abban. Semmilyen szó nem írhatja le ezt a minden ismeretet meghaladó szeretetet. Egyek vagyunk Krisztussal. Életünk el van rejtve vele Istenben. Bizonyosságunk van afelől, hogy amikor ő, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt mi is megjelenünk dicsőségben. Mivel erős bizodalmunk van benne, atyánknak nevezhetjük Istent. Mindazok, akik beleszületnek a mennyei családba, bizonyos értelemben a mi Urunk Jézus Krisztus testvérei. Krisztus szeretete köti össze egymással az ő családjának tagjait. Ahol ez a szeretet nyilvánvalóvá lesz, ott feltárul, megmutatkozik ez az isteni kapcsolat. Az emberek iránt való szeretetünk, az Isten iránti szeretetünk földi kinyilatkoztatása. A dicsőség királya azért vált egyé velünk, hogy ezt a szeretetet belénk plantálhassa, és egy család gyermekeivé tehessen bennünket. Amikor búcsú szavai beteljesednek, szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket, amikor majd úgy szeretjük ezt a világot, ahogyan Krisztus szerette, számunkra akkor teljesedik be Krisztus küldetése. Ekkor alkalmassá válunk a menny számára, mert a menny a szívünkben él.